tisztelettel köszöntöm Önöket a szociális ágazatban dolgozók 2013 évi szociális munkanapja alkalmából rendezett ünnepségén. Külön tisztelettel köszöntöm Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő urat. Dr. Garai István, országgyűlési képviselő urat. Balla László, alpolgármester urat. Dr. Réczi László urat, a jogi bizottság elnökét. Dr. Endre Szabolcs jegyző urat. Dr. Lajkó Norbert aljegyző urat. Dr. Sipos Krisztinát, a járási hivatal vezetőjét. Dr. Nálás Évát, a járási gyámhivatal vezetőjét. Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, az intézményvezetőket és az ágazatban dolgozó valamennyi megjelentet. Nagy tisztelettel felkérem Kapus Krisztián polgármester urat ünnepi megemlékezésének megtartására. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit, egy picit láttam, hogy úgy állok itt az iskolában, mindenki arra húzódik hátra, elő meg jól látható terek vannak, de hát bizonyára azért, mert közelebb akartak lenni az ajtókhoz, ez ilyen teljesen pszichés a szociális munkában. Tisztelt járáshivatal vezető asszony, kedves intézményvezetők, kedves képviselőurak, jegyzőurak, kedves szociális munkakörben dolgozó kollégák, kedves hivatali kollégák, kedves bölcsődei dolgozók, kedves szociális munkában a hajléktalan szállón dolgozók, a Kapocs Hunyadi utcai intézményben dolgozók, a Csáon dolgozók, a szociális otthonainkban dolgozók, kedves nevelőszülők, kedves egyesületek, civil szervezetek, kedves drogprevenció szolgált munkatársai, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai napon, hiszen ma, november 12-én van a szociális munka napja. A szociális munkások tudják, hogy nincs ideálisan jó társadalom és ideálisan jó ember. Adott társadalom és adott időben élő emberek vannak, és minden időben voltak, vannak és lesznek emberek, akik nem tudnak lépést tartani a változásokkal. A szociális munkások hivatása az, hogy a lemaradók, a botladozók hátrányait és szenvedését csökkentsék. Mindezt ésszel és szívvel. A közösség a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte november 12-én a szociális munkanapját. Hazánkban is, ahol az emberek közel egyharmada küzdik olyan problémával, ami szociális kezelés gondozást igényel, 16 éve köszöntik a szakterület dolgozóit. Ez a nap minden évben jó alkalomként szolgál arra, hogy a szakterület felhívja a közvélemény figyelmét azokra, akik az elesettekért dolgoznak. Magyarországon az emberek közel egyharmada küzdik olyan problémával, ami valamilyen szociális kezelés gondozást igényel. A szociális területen dolgozni jóval több, mint munka. Szolgálat ez a szó legnemesebb értelmében. Gyakorló és sajátos tudás birtokosai, akik a támogatást, segítséget igénylők részére a konkrét, azonnali, olykor nélkülözhetetlen segítségen túl konfliktuskezelő, válságmegoldó technikákat, módszereket is átadnak, hogy a mindennapi életben való boldogulásokat megkönnyítsék. A szegénység elleni küzdelemben gyakran emberfeletti munkát végeznek az utcai szociális munkások, a családsegítők, a hajléktalan szállók és más szociális intézmények munkatársai. Minden év november 12-én azoknak az elesettekért, kirekesztettekért, támogatási és segítségre szorulókért dolgozó szakembereknek mondunk köszönetet, akik felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy szakmai alázattal végzik a munkájukat. A szociális munka egyidős az emberiséggel, hiszen minden közösség gondoskodik az elesettekről, a szegényekről, a betegekről. Míg sok évszázadon keresztül az egyházak látták el a karitatív munkákat, ma már jó részt az állam feladata a szociális ellátás biztosítása. Ebben a szerteágazó munkában azonban nélkülözhetetlen a szociális szakma és a társ szakmák közötti együttműködés. Fontos elmondani azt is, hogy a mai napon azon elismerésekkel egyrészt jutalmazunk azokat is, akik életművük ez a szolgálat, másrészt a közvéleményt is formálni kívánják. Növelni szeretnénk a presztízsét, megbecsültségét azoknak a segítő szakmáknak, amelyek nélkül egyetlen társadalom sem létezhet.
A szociális munkások feladata, hogy felrázzák a világot a közönyből, megváltoztassák azt a vélekedést, amely szerint nincs kiút egy nehéz helyzetből. Ez az a hivatás, amelyet nem lehet napi 8-10 óra után félbeszakítani, hogy az én kollégáim, szociális osztályom sem bírják 8 óra befejezni a munkáját, hiszen annyi munka van. A szociális munkásokra emberek sorsát bízzák. Ugyanakkor ez az a szakma, amelyet ha az ember nagyon jól csinál, nagyon sokat vissza is kaphat. Mindent megtesznek, mindent megteszünk mi is azért, hogy a szociális és a gyermekvédelmi ágazat tovább erősödjön. Annak idején, amikor átvettük a kormányzást, átvettük a város vezetést, nem igazán az volt a kérdés, hogy hogyan bővítik az ellátásokat. Olyan helyzetben volt az ország, hogy igazán a város, az volt a kérdés, hogy egyáltalán lesz-e ellátás, amelyet esetleg meg kell szüntetni. De azt gondolom, hogy a megfeszített munka eredményeként bővülnek a bölcsődei férőhelyek, egyre több szociális intézmény újulhat meg, és javulnak az ágazatban dolgozóknak a munkakörülményei. Fontos azt is elmondani, államtitkár úr elmondta a tegnapi nap, hogy a bérekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, az ágazatban nagyon nehéz a helyzet. A megkezdett átalakításoknak azonban jövőre meg lesz a gyümölcse. A társadalomnak fokmérője, hogy hogyan él együtt a szegényekkel, és hogyan gondoskodik a szegényekről, a segítségre, támogatásra szorulókról. Fontos partnereink a szociális munkavilágában tevékenykedő családsegítők, a hajléktalanszállók és más szociális intézmények munkatársai, a bölcsődők dolgozói. A szociális munkás képzés pedig világszerte elismert oktatói, akik napi kapcsolatban vannak a rászorulókkal. A szociális területen tevékenykedő képviselői a közösségvállalás eszméjét mindennapos, kemény küzdelem során igyekeznek gyakorlattá tenni, eredményekre váltani. Az olykor életmentő, komoly krízis helyzeteket elhárító, azonnali segítség mellett válságmegoldó, amit említettem, konfliktus kezelő stratégiákat is átadnak az rászorulóknak, ezzel is segítve őket minden nap. És engedjék meg, hogy jó magam is mindenkinek megköszönjem a munkáját, ahogy megtettük ezt minden esztendőben és minden alkalommal, mikor akár 90 éveseket köszöntünk a szociális otthonban, és együtt ünnepelünk egy picit, és hála Istennek vannak sokan, jó ellátásban a szociális otthonban, nyilván ez azért is van. És minden mellett egyébként a város nehéz helyzete mellett is nagyon sok mindent sikerült az elmúlt esztendőkben tenni. Ezt csak azért is mondom, mert vannak, akik azt hiszik, hogy nem csináltam semmit ebben a városban, csak néhány dolgot, ha legalább a szociális szférához tartozóan. 150 millió forintból újult meg az elmúlt hónapokban fejeződött be Dankó Pista utcai bölcsőre. 50 millióból folyik a felújítása a Tóth Kálmán utcai telephelynek. Itt az elmúlt héten egyébként egy Dacia Dusterrel is gazdagodott a szociális otthon ebből a pályázatban. A Darvas bölcsőre, illetve a Kapocs intézmény Hunyad utcai épületének sikerült a tetőjavítását megtenni. Hajléktalanszállón elindult az államjavítási munka. Nagyon fontos a szociális munka területén, 256 ember van jelenleg közfoglalkoztatásban, illetve a Hangya Szövetkezet által. Ezek az emberek nagyon fontosak. Jókat szoktunk vitázni a parlamentben, nem az Istvánnal, hanem másik oldal a költségvetési vitában is komoly támadást kaptak a közfoglalkoztatottak, hogy maga ez a szolgálat miért jó. És találtam, és jó magam az ifjúságpolitikában szolgáltam fel, de azt mondtam, hogy picit muszáj reagálnom az ifjúság szemszögéből a közfoglalkoztatáshoz. Nagyon sok ember azt érzi, és nagyon sokan jönnek be, hogy a polgármesteret is, hogy kell a munka. Gondolom, a többi képviselőt is megtalálják az intézményvezetőket. Nagyon sok fiatal, aki úgy szocializálódik, hogy hazamegy az iskolából, és egyébként azt látja otthon, hogy a szülő otthon fekszik. Egyébként teszi a pattogatott kukoricát vissza a sört és nézi a meccset, és egyébként nem jó semmire, mert azt érzik nagyon sokan fiatalok is, hogy nincs, nem tudok mit tenni, akkor fölösleges vagyok a világban. És nagyon sok szülőnél így szocializálnak a gyerekek. És azok a fiatalok, akik egyébként úgy mennek haza, hogy a szülő elment reggel dolgozni, közfoglalkoztatásban, ilyen-olyan, méltó tevékenységben. És ebben a munkában munkát végez, ezért egyébként pénzt kap, és egyébként amikor hazament, akkor a gyerek is elfáradt az iskolában, meg a szülő is, akkor valójában ebben a légkörben szocializálódik. És ha semmi másra nem jó az egész közfoglalkoztatás, ami nem igaz, akkor is azt kell mondanom, hogy ezért igenis nagyon jó, mert szemléletformában. És mindemellett azt is el kell mondanom, hogy nagyon sok olyan ember, fiatal, régebb volt a fiatal, aki a közfoglalkoztatásban munkához jutott, nagyon sokszor, nagyon sok új ismeretet tanult meg. Akár itt 60-nak, akár ott 60-nak. Új embereket ismertek meg, és nem beszélve mi munkáltatók is megismertük az ő munkáját.
akár a diák munkán is, a nyári munkában, akár ezeken a közfoglalkoztatásban részvevő emberekkel kapcsolatosan is azt tapasztaltuk, hogy igenis vannak köztük kincsek. Ha ezek az emberek otthon feküdnének, soha nem találnánk meg őket. És amikor ezek az emberek eljönnek a közfoglalkoztatásba, és kiderül, hogy milyen kiváló munkát végeznek, akár takarítónéként, akár levélborítékolóként, akkor láthatjuk azokat, hogy amikor esetleg üresedés van egy-egy munkahelyen, akkor már is olyan embereket veszünk föl, akiket megismertünk, és méltók a munkára, néha majdnem jobban is csinálják, mint sokan mások. Na talán ezért is fontos a közfoglalkoztatás. Engedjék meg arról is, hogy egy pár gondolatot szóljak csak. Most 4 órakor tartottunk egy sajtótájékoztatót itt a Szociális Munka Napja alkalmából. 27 olyan családban Kiskunfélegyházán, ahol 72 nevelő, szülős gyermeket látnak el. Kiemelten fontos, úgy gondolom, ez a tevékenység is. És a mostani ütletem került beadásra a kormánytervezet, miszerint ugye a nevelő-szülői hálózat most már speciális munkaviszonyként lesz kezelve január 1-től, és ehhez képest az országban több helyen elindult egy 500 órás szakmai képzés, így Kiskunfélegyházán is helyt adtunk ennek a képzésnek, amelyben most is 25 fő vesz részt. Azt hiszem, ez is egy nagyon fontos dolog, hiszen rengeteg, tehát több tízezer olyan fiatal van, akinek megint nem mindegy, hogy egyébként egy intézetben nő fel, vagy egyébként egy befogadó családban, hanem is a sajátjában. De azt gondolom, hogy ettől függetlenül is esélye van arra, hogy családot érez, bizalmat érez, nem csak a nevelőszülő felé, hanem egyáltalán a világ felé is egészen más. És nagyon fontos, megemlítenem még két szolgáltat részben, köszöntöttem is őket, az egyik a drogmenciós szolgált, ami most már több éve itt Kiskunfélegyházán nagyon fontos tevékenységet végez. Nagyon sokan nem is hinnénk, mert nem is hiszünk, hiszen az elmúlt esztendőkben még régen Tancsa Jánossal sokat kellett azon vitatkoznom, hogy van egy drog probléma Kiskunfélegyházán. Hát van. És bizony ezzel is a tevékenységgel is foglalkozni kell. És még egy nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni, amit nagyon sokan sikeres munkát végeztek az elmúlt hónapokban, Mózgás Korlátozottak Egyesülete. Hihetetlen az a tenni akarás, ami egyébként bennük van. Kialakítottak maguknak irodát, foglalkozásokat tesznek, megalakítottak az ifjúsági csoportot. Nagyon-nagyon fontosak ezek a tevékenységek az önkormányzati feltartású intézmények mellett, azok, amik civil szervezetként vagy más fenntartóként működnek, hiszen a nevelőszülői szolgálat is az Ágat Alapítvány fenntartásában, Szegedcsanádi Egyházmegye püspökének fenntartásában működik. Na, ezekkel vagyunk mi egészek, keretek és színesek ebben a szociális munkában. Tisztelt vendégek, kedves kollégák! November 12-e Szent Márton napja éppen egybeesik a Szociális Munka Napjával, ugyanaz 11. A libahús fogyasztása helyett én most Szent Márton emlékezetét idézném fel, hiszen úgy gondolom ez kapcsolódik inkább a mindenkihez. A segítségnyújtás gesztusa, amely a hagyomány szerint megosztotta katonaköpenyét egy koldussal, talán nem is véletlen a két nap egybeesése. A szentek kapcsán pedig érdemes még egy szentről szólni, a Szociális Munka Napján Néri Szent Fülöpről. Aki a szegények elkötelezett szolgálata miatt már életében szentként tekintettek rá. Az egoista, önmagába forduló magányos társadalomban bizony nagy szükség lenne az ő példájuk követésére. A szociális ellátásban dolgozóknak, illetve a területen működő civil szervezetek munkatársainak nap mint nap igen nehéz viszonyok között kell helytállni. Nos, őszintén kívánom önöknek, dolgozzanak bár a hivatalban, igazgatási területen vagy intézményeink egyikében, hogy mind gyakrabban tapasztalhassák meg a becsülettel végzett munka örömét, a jótettből fakadó belső gazdagságot és a sikert, mely az önök sikere mellett gondjaikra bízottak esélye is egyben. Összességében pedig egy emberségesebb, szolidálisabb világ, nemzet, város eljövetelébe vetett közös reményünk legyen előttünk. Engedjék meg, hogy zárásként Néri Szent Fülöp ismert internével kívánjuk mindannyiunknak az est hátra lévő részére jó szórakozást, és még egyszer köszönöm a munkájukat, legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít. Köszönöm a figyelmet. Kedves megjelentek, tisztelt vendégeink! Ünnepségünk alkalmat ad arra, hogy dolgozóink évtizedes, kiemelkedő munkáját megköszönjük, és oklevelek átadásával is elismerjük. Sokan dolgoznak évtizedek óta a szociális ágazatban, szakmai tudásukkal emelve a szociális ellátás színvonalát. Felelősségteljes, áldozatkész és nagy szakmai alázattal végzett munkájuk elismeréseként
Fogadják szeretettel a jubileumi okleveleket, amelyet Kapus Krisztián polgármester úr nyújt át az érintett dolgozóknak. Közszolgálatában eltöltött 40 éves munkájáért oklevelet kap Bodor Zoltán, szociális gondozó, a Szivárvány intézmény dolgozója, aki sajnos a mai ünnepségen nem tud részt venni. A közszolgálatában eltöltött 30 éves munkájáért oklevelet kap Bátori Istvánné kisgyermeknevelő, a Darvastéri bölcsőde dolgozója. Éves munkájáért oklevelet kap Gácsi Kisné Genzinger, emese kisgyermeknevelő, a Darvastéri bölcsőde dolgozója. És ugyancsak 30 éves munkájáért vehet át oklevelet Nagy Istvánné kisgyermeknevelő, a Tankó Pista utcai bölcsőde dolgozója. A közszolgálatában eltöltött 25 éves munkájáért oklevelet kap Czakó Violetta, szociális mentálhigiénés munkatárs, a hajléktalan ellátás éjjeli menedékhely dolgozója. László Zsoltné mentálhigiénés munkatárs, a Szivárvány intézmény dolgozója. Móri Albertné könyvelő, a Szivárvány intézmény dolgozója. Náci Zoltánné kisgyermeknevelő, a Dankó Pista utcai bölcsőde dolgozója. Polyárné Gál Anikó kisgyermeknevelő, szintén a Dankó Pista utcai bölcsőde dolgozója. Sinkó Zoltánné házigondozó, a Szivárvány intézmény dolgozója. És végül, de nem utolsó sorban, Terjék Zoltán Józsefné mentálhigiénés munkatárs, ugyancsak a Szivárvány intézmény. Élve az önkormányzat szervezet és működési szabályzatában meghatározott lehetőségével, dicséretben kívánja részesíteni a munkájukat elhivatottsággal, kiemelkedő szakmaszeretettel, empátiával, odaadással végző dolgozókat. Felkérem dr. Rici László urat, a jogi bizottság elnökét, a megjelentek köszöntésére, valamint az oklevelek átadására. Jó estét kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Csak egy pár gondolattal szeretném
köszönteni Önöket, mivel nem lehet elmenni ezen nap mentén, hogy ne köszöntsük Önöket. Önöket, akik a szó átvitt értelmében a kezüket nyújtják, és nem a markukat. Önöket, akik meglátják másokban a jót. Önöket, akik naponta beragyogják a rászorultak életét. Tudjuk, nehéz ez a hivatás, nem csak sok rétegű szakértelmet, felkészültséget kíván, de hatalmas áldozatvállalást, emberséget, őszinte együttérzést is. Lehet úgy érzik, hogy naponta mit tesznek, az csak csepp a tengerben. De anélkül a csepp nélkül sekélyebb volna a tenger. E gondolatok jegyében kívánok felelősség teljes munkájukhoz hitet, kitartást, egészséget, szakmai sikereket, magánéletükbe pedig sok boldogságot, de nem csak önöknek, akik ünnepelnek, hanem azokat is, akik éppen szolgálatot tesznek az ellátottak mellett. Köszönöm figyelmüket! A Szivárvány személyes gondoskodás nyújtó intézmény dolgozói közül bizottsági dicsérőoklevélben részesül Bogácsi Attiláné pénzügyi igazgató. Kincsi Mária, terápiás munkatárs. Molnárné Hekkel Amira, gondozónő. Terjék Zoltánné, mentálhigiénés munkatárs. És Tóth Erika, mentálhigiénés munkatárs. Szociális Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény dolgozói közül bizottsági dicsérő oklevélben részesül Almásné Rádi Zsuzsanna, hajléktalan ellátás szociális segítője. Bognár Mihályné kisgyermeknevelő, a Dankó Pista utcai bölcsőbe dolgozója. Csenki Julianna Katalin családgondozó, a családsegítő. Zoltán családgondozó, a családok átmeneti otthona dolgozó. Huszárné Szabó Mária kisgyermeknevelő, a Dalkastéri bölcsőbe dolgozója.
Rigóni Mozár Katalin családgondozó, a gyermek jóléti szolgálat kutatása. Simon Zoltán, szociális segítő, hajlózatban ellátás dolgozója. És végén Körös Józsefné, gazdasági csoportvezető. Vendégeink, még egyszer nagy szeretettel és tisztelettel gratulálok valamennyi jubiláló és bizottsági dicséretben részesülő dolgozónak további munkájukhoz. Sok sikert és jó egészséget kívánok! Kedves vendégeink, kérem, fogadják szeretettel ünnepi műsorunkat, amelyet a városok tehetséges fiataljainak, előadóinak közreműködésével állítottunk össze. A mai napon elsőként az ütőhangszerek családjából a dallamhangszereken csendül fel egy-egy kompozíció, a klasszikus zene, a magyar népdal feldolgozása, a balkáni zenei stílus és az amerikai ragtime világából a Kiskun Életházi Zeneiskola ütőtanszakának közreműködésével. Először Beethoven Kontratán című darabján Lengyel Máté Róbert marimbán adjelő, zongorán kísér Sejben Ilona. Majd Székely Endre népdal című művét szintén Lengyel Máté Róbert és Takó Lajos szólaltatja meg marimbán. Ezt követően Zsivkovics Ragtime for Joe című darabja hangzik el Mikulás Bálint Péter és Takó Lajos előadásában marimbán. Végül Zsivkovics Játszótéri Történetek című művét adja elő Lengyel Máté Róbert szilofonon, Mikulás Bálint Péter és Takó Lajos marimbán. Felkészítő tanáruk Takó Lajos, zongorán közreműködik Sejben Ilona. Fogadják őket nagy szeretettel! Thank you.
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kiemelt fontosságot tulajdonít a zenei művelésnek. A zene révén lélekben gazdag a művészetek iránt érdeklődő és azt értő fiatalokká válnak tanulóik. A hangszeroktatás, néptánctanulás, énekkarban való éneklés az életre szóló élmény mellett a közös munka örömére is megtanítja a gyermekeket. Az együtt éneklés élményét szeretném megosztani most önökkel a 8. Z-osztály kamarakórusa Vekki Léked zeng ez a dal című művével. Az iskola zenei palettája új színfolttal gazdagodott 2012-ben, amikor megalakult a Hangolt csengetjük előadóinak együttese, a Campanella csengetjük együttes. Most Balázs Oszkár, az Árgyélus kismadár, Brahms Csendes álmod jó ég című műve, majd egy lanzene a 16. századból, és Corelli menüetje csendül fel a 8. C-osztályosok előadásában. A kamarakórust és a Campanella csengetjük együttest vezényli Nagyné Mészáros Erika tanárnő. Thank you.
Kiskunfér Egyházán 1998-ban lelkes, táncszínházban járó fiatalokból alakult a Patkakoros Néptánc Együttes. Nevüket nagyszüleink hagyatékából vették, kik patkakoros bálakon mulattak, táncoltak, korozták össze a búgos kemencek patkáját. Együttesük élteti, ápolja, gyermekeinknek továbbadja a hagyományokat. Törekednek arra, hogy táncaik mellett meséinket, hagyományainkat, jeles napokhoz kötődő szokásainkat is megőrizzék, rohanó világukban ezeket az ünnepeinket őseink módján büszkén megélhessük, megélhessük. Az elmúlt évek alatt együttesük sokfelé hírét vitte Kiskunfér Egyházának. Városi ünnepségeink mellett, melyeknek legtöbbször résztvevői, de néha szervezői is, mint a Ligon Fesztivál vagy a Bajusz Fesztivál, szerepeltek környékünk sok más településén is. A Megyejárás című produkcióval megyén képviseletében eljutotta a Nemzeti Színház színpadára is. Európa számos országában mutatták már be táncaikat, kultúránkat, Belgium, Anglia, Francia és Németország, Olaszország, valamint Vajdaság, Erdély és Felvidék. Utánpótlás csoportjaik révén Kátai Tibor vezetésével már óvodás, kisiskolás kortól ismerkedhetnek a félegyházi és környékbeli gyermekek táncainkkal, népi játékainkkal. Az Egyesület elnöke Gulyás László, művészeti vezetője pedig Kátai Tibor. Az együttes a mai estén kalotaszegi táncokat mutat be. Koreográfus és művészeti vezető Kátai Tibor, a magyar kultúra lovagja. Fogadják őket a szeretettel.